Sziasztok srácok, köszöntelek benneteket, én Nivek vagyok, és ebben a mai kis videóban annak a végére szeretnék járni, hogy milyen számítógépet érdemes vennetek. 2016 őszén most, egy fél generációváltáson túl vagyunk, úgyhogy elég sok minden változott az utóbbi hónapokban, éppen ezért a belépő, közép és felső kategóriát szeretném a szemügyre venni. Nem csak új konfigurációkat fogok nektek bemutatni, hogy milyen alkatrészekből szedném őket össze, hanem használtakat is fogok nektek mutatni. Annyit hozzátennék még, amennyiben tetszett nektek a videó, nyugodtan osszátok meg és küldjétek el barátaitoknak, hogy ők is értesülhessenek arról, milyen számítógépet érdemes manapság venni, és amennyiben valamilyen kérdésetek megő fel a videó utáni, nyugodtan égjátok le kommentben. Köszönöm szépen, jó szórakozást a videóhoz! Vegyük először az új belépő szintet, ahol is a legfontosabb, hogy költséghatékonyan tudjunk számítógépet vásárolni, éppen ezért az Intel 1150-es és az AMD AM3 pluszos foglalatokat választottam. Mindkét esetben egy-egy ASRock alaplappal indítanám a dolgot, amely nagyjából ugyanannyiba kerül. Ezek mellé természetesen processzorra is szükségetek lesz. Intel oldalról Core i3 4170 3,7 GHz-es processzor tudjátok megkapni 34.000 forintért, míg AMD oldalról az FX 6300-as, amely 3,5-ön 29-ért már a tiétek lehet, intel Intelnél odaírtam egy másik processzort is, amely még 16 ezerrel többe kerül, viszont az a különbség, hogy ez már nem kettő, hanem négy magos processzor, ami a jövőtállóság szempontjából eléggé fontos lehet. Tudnatok kell, hogy manapság két mag nem igazán elég, sőt a jövőben ez még inkább így lesz, Úgyhogy én amondó vagyok, hogy inkább négy vagy több magba ruházzatok be. Ha a memóriákról van szó, akkor ugyanazt a memóriát választanám mindkét platformba, ugyanis mindkettő DDR3-as. Manapság a 8 GB szerintem elengedhetetlen, 4 GB-tal nem érdemes szórakozni, hogyha új gépet építünk, éppen ezért erre a költséghatékony adata memória pára esett a választásom. A videókártyák közül nagyjából 30 és 40 ezres kategóriákban az X460 és a 950-es GTX, ami megfordult a fejemben, eleinte azt gondoltam, hogy lehet, hogy GTX 750-t is jó lenne, de amondó voltam, hogy az X460 jóval újabbnak számít illetve csak pár ezer forinttal kerül többe, 25%-kal nagyobb teljesítmény nyújt, mint a 750 -i. A GT 950 pedig szintén 20-25%-kal gyorsabb az RX 460-nál, úgyhogy ez is megéri a többletet. A Winchestereknél az a lényeg, hogy legalább 1 terabájtotok legyen, hiszen egyre többet foglalnak a játékok, és elég fontos, hogy el is férjenek azok a merevlemezen. A gépház választás nagyon szubjektív dolog, épp ezért csak tippet tudok adni, hogy miért választatok. Nekem most ebben az esetben a zalmanokra esett a választásom, de ha nektek ez a forma nem tetszik, vagy esetleg másra gondoltatok, nyugodtan nézhetek körbe a hasonló árkategóriákban, nagyon széles választékot találhatok. Rengetegen esnek bele abba a hibába, hogy csak a vattokat hajszolják, hogyha a tápokról van szó, de srácok nem ez határozza meg leginkább, hogy milyen minőségű a táp. Tehát hiába vesztek egy 600 wattos tápot 6-7 forintért, ez az FSP Hexa Plus 400 wattos simán leiskolázza őket minden tekintetben, már csak azért is, mert ha például becsap a villám, vagy valamely túlfesz keletkezik itt a hálózatban, akkor ez a táp sokkal nagyobb esélye megvédi az összes többi alkatrészt, mintha egy nóném no olcsó tápot vettetek volna, úgyhogy mindenképp valami hasonlót tudnék javasolni, 10.000 fölött vegyetek tápot. Ha összességében megnézzük az alkatrészeket, láthatjuk, hogy 132 ezer forintból kijön ez a konfig, illetve Intel esetén ugye itt a 44-60-at, hogyha megveszitek, akkor 150 környékére ugrik az végösszeg. Ezért már egy elég korrekt kis számítógépet kaphattok, Full HD felbontásban nagyjából közepes részletességi beállítások mellett tudni fogtok játszani minden új játékkal, és a régiekkel persze pedig maximumon semmi akadályal. Úgyhogy ezt már például Csigo-ra, GTA 5-re bátran merem nektek ajánlani. AMD-s konfig esetén nagyon hasonló a helyzet. Itt is nagyjából ugyanazért az összegért tudjátok kihozni a számítógépet, mint Intel esetén. Talán annyi a különbség, hogy egy picit drágább és jobb videókártyát tudtok belevenni. Cserébe a processzor oldalon kicsi gyengébb lesz, és kevésbé továbbfejleszthető az AMD oldal, mint az Intel. Ezt ajánlom, hogy saját preferenciák alapján döntsétek el, hogy intel vagy AMD-t szeretnétek-e. Szerintem mindkettő eléggé jó választás lehet itt a belépő szinten. A lényeg egyébként, hogy ha használtan akartok egy belépőszintet nagyjából összerakni, akkor szerintem a Socket 1155-ös elég jó választás, ehhez egy Z68-as alaplapot keressetek aztán pattintsatok be mellé egy i5 2500K-t, amely már tuningolható processzor, ez elég fontos lehet. Ugyanis emellé én mindenképpen vennék hűtőt is, hogy tudjam tuningolni 4 GHz fölé a processzort, amelyen nagyon jó teljesítményt nyújt akár napjainkban is. Emellé tennék 2x4 GB memóriát, amely 1-2 ezerrel olcsóbb, mint ha újonnan vennétek, ez nem biztos, hogy megégi használtan illetve videókártyából már HD 7970-et is tudtok 40 körül elpasszentolni, amely nagyon jó teljesítmény nyújt, Full HD-ban nagyjából maximum high beállítások között játszhattok. Merevlemezből 1 terabajtot tudtok ennyiért szerválni, de nem ajánlom annyira ezt használtan, nem tudni, hogy hát ha lesz -e valami baja, inkább újat vegyetek. Házból pedig a Cooler Master CM690 egy elég jó ház, és ezt is már használtan elég olcsón meg lehet kapni. Ha pedig a tápokról ejtünk szót, akkor itt is tudtok FSP-t venni 5-6 ezer forint környékén, de ezt sem ajánlom, ki tudja, van-e még rá garancia. Ha összességében tekintjük a konfigot, ez is kijön 130 körül, a különbség, hogy sokkal erősebb, és hiába 5 éves a 2500 k processzor, erősebbnek bizonyul, mint sok új mostani processzor, illetve a 6000-es képes képest nagyjából 20%-kal lassabb csak. Az új közép kategóriában már foglalatot váltunk, Intel Socket 1151, ez lesz a mindentől nagyjából az irányadó. Ebből is most egy olcsóbb alaplapot néztem ki nektek, H110M, DGS, ez is már viszi a 6000 szériás processzorokat, és viszonylag modernnek is mondható processzorból egy Core i5 6400-at javaslok ide a középkategóriába, amely bár nem tuningolható, elég jó teljesítményt nyújt. Alapóra jelen is ezt 52-ért már megkaphatjátok a boltokban. Szintet léptünk memória is, immáron DDR4-es memóriákat választanék, 2x8 GB-os HyperX-et, amely 2400 MHz-en elég gyors. Zafir Radeon RX 470-et választanék, ebből is a Nitro változatot, ami egy nagyon jó hűtés, 4 GB-os verzióban kapható 65 környékén. Ha egy nagyon picit tovább tudtok nyújtózkodni, és elég nektek a 3 GB videómemória, akkor 1060-at is vadászhattok, nagyjából 70-75 környékén. Merevlemezből szint úgy egy terabájtosat tudnék nektek javasolni, mert a 2 os azért még jócskán drágább, inkább a fennmaradó pénzt egy olcsóbb SSD-be költeném, mint itt a Kingston 120 gb SSD Now, amelyet már 13 ezer forintért meg lehet csípni. Házikóból még mindig maradtam az almannál, most a Z3-as variánsra esett a választás, illetve tápegység tekintetében egy 600 wattos Zalman, ZM600LL típus már 14ért a tiétek lehet. Összesítsük, amit látunk, tehát 212.000 ezer forint környékén kaphatunk egy elég ütős gépet, amely újnak mondható, garancia van rá, és évekig ki fog minket szolgálni. Ha pedig fejleszteni szeretnénk, ezt processzor oldalon is meg fogjuk tudni tenni, illetve videókártyát is tudunk esetleg cserélgetni, amennyiben ez szükséges. Úgyhogy ez egy abszolút jó alap a jövőre nézve. A használt részen most is gyorsan végigszaladunk, tehát itt van nekünk szintén a Socket 1151-es foglalat, amit itt most fontosnak tartok. Ezen belül is már egy H170MS MSI lap, ami azért jobb felszereltségű. Processzor tekintetében már a 6500-as is belefér, ami nagyjából 500 mhz gyorsabb, mint az i5 6400-as, illetve ha memóriából ugyanúgy 2x8 GB-ot, viszont 3000 MHz-en ketyegő DDR4-es tudunk venni, és videokártyából pedig már egy 1060-as 6 GB-os is beleférhet a keretbe, ami viszont nagyon gyors kártya, és minden igényünket kielégítheti maximumon, míg VD1 tb szintén vehettek, nagyjából 10 környékén használtam, de ezt már az előbb sem ajánlottam, így most sem tudom teljes szívből, úgy ahogy az SSD-t sem annyira használtam, 840 Evo Samsung 120 GB viszont egy nagyon jó cucc, én tudom ajánlani nektek, és házból itt is a Cooler Master CM690-et tettem bele a listába, ez érdemében nem változott sokat, és a tábból is egy Blue Storm 2 ugyanúgy 6 körül, ahogy ezt már az előző használt részben is megemlítettem. Összességében pedig itt, ha látjuk ezt a listát, akkor 220 ezer forint környékén megint egy szinttel feljebb tudunk lépni, mintha újonnan vennénk a középkategóriás alkatrészeket. Döntsétek el ti, hogy szerintetek melyiket éri meg, akár újonnan, akár használtan venni. A használt alkatrészekben mindig van egy kis rizikó, érdemes ezzel is számolnatok. A felső kategóriában szint úgy megmaradunk a 1151-es foglalatnál, viszont itt már Z170-es alaplapot javaslok, amely tuningra is tökéletesen alkalmas. Ha a processzort nézzük, akkor rendelkezésre áll a Core i 6600 k amelyel már tuningolni is bátran lehet, és az alapból is egész magas 3,5 ghz óra jelenketjeg. Az erősebb és jobban melegedő processzor mellé azonban egy hűtés sem árt, így most ismételten a Cooler Master Hyper 2.12 evo tudom nektek javasolni erre a célra. A memóriából szintén tartjuk magunkat az előzőekhez, még a felső kategóriában sincsen szükség 16 GB-nál több memóriára, úgyhogy itt is a HyperX 16 GB DDR4-es memóriákat választottam a konfigurációba. Videokártyából újonnan is megengedhetjük magunknak a GTX 1060-at, amelynek ereje évekig elegendő lesz. Full HD felbontásban természetesen, ezen már 6 GB memória található, és szinte vadonat új, úgyhogy vegyétek, vigyétek és jó szórakozást a kártyával. Vinyónál nincs új a nap alatt, itt még szintén az 1 terabajtos vinyót javasoltam, de ha gondoljátok és belefér, elgondolkodhattok, hogy 2 terabajtos merevlemez szereztek be. SSD-ből léptünk egyet előre, immáron 250 gigabajtossal szerintem érdemes gazdálkodni, és ebből is a Samsung 850 e volt használni, nekem is ilyen SSD a számítógépben, és valami elképesztően gyorsan betölt vele a Windows. Házikóból is kicsit tovább nyújtózkodhatunk, így az Alman Z11-re esett a választásom, igen, lehet egy kicsit a videóban sok zalmant ajánlottam, de ha jók és olcsók, akkor miért ne? Tábból immáron egy moduláris kivitelezésű esett a választásom, ami azt jelenti, hogy amilyen csatlakozóra nincs szükségetek, azt nem is kell bedugni a tábba, egy FSP Hyper 600 wattos tápra mindenképpen érdemes beruháznatok. Nézzük akkor, minket szedtünk össze a felső kategóriában. Összesen nagyjából 312 forintba fog kerülni nekünk, ha tényleg egy viszonylagosan csúcs számítógépet szeretnénk, nem bár még ezt sem nevezném csúcs kategóriának, ugyanis az a 7700K és GTX 1070, ami nagyjából tényleg Manapság a csúcsnak nevezhető, azonban ez még plusz befektetéseket igényel, hogyha erre vágynátok. Mi van, ha nagyjából ugyanannyi pénzünk van, mint a felső kategóriára, mégis egy picit többet szeretnénk? Ekkor ismét a használt piacon érdemes körbenézni, ahol még egy szinttel többet ki tudtok hozni a dologból, és garancia is lesz a termékre. Elsőként ezt az Asus Z170 Pro Gaming alaplapot javasolnám indításnak, amely hasonló az MSI-hez talán egy picivel jobbannál, illetve a 6700K pedig egyértelműen a királyok királya, ezzel már streamelni, játszani, bármit lehet. Erre pattintanám rá ugyanúgy a HyperEvo hűtőt, szerintem többre jelenleg nagyon nincs szükség. Memóriából pedig Patriot Viper 2 GB, ez is DDR4-es 3000 mhz darabból bőven meg lehet lenni. Viszont a videokártyából egy 1070-eset pattintanék, amely ö, nagyon gyors 8 GB-os memóriával rendelkezik és röhögve kiszolgál 2 k is. A Winchesterek közül itt még mindig az 1TB vagy 2TB, ez abszolút a ti döntésetekre van bízva, hogy melyiket választanám közülük, míg az SSD-ből szintúgy maradnánk a 250GB-os Samsung 850 EVO-nál. Házból most elrugaszkodtam a megszokottól, NZXT Source 340, nagyon szép kuckó, nagyon jók az NZXT házak, nézzétek meg ti is, hogy mit tudnak. Igatából a már jól megszokott Bluestone 2-t néztem ki most is, hisz az úgy tűnik az összes hasznátnál beválik, amennyiben tényleg garanciásat sikerül kifognatok belőle. Összesítésben tehát ez egy picivel drágább lesz az előző teljesen új konfighoz képest, azonban egy kis ráfordítással, és ha ügyesen tudtok találni processzort és videokártyát, akkor sokkal erősebb gépet tudtok építeni használtan, mintha teljesen újonnan vettétek volna. Ezek többségében 1-2-3 hónapos számítógépek, tehát találhattok közülük akár teljes konfigot is. Minden esetre azt javaslom, hogy jól nézzetek körül, és ha lehet, akkor személyes találkozás alkalmával vegyétek át a terméket. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a maratoni hosszúságú videót tőlem. Ha tetszett, tényleg ne felejtsetek el csapatni egy lájkot, és ha úgy van, akkor akár jövő év elején egy kicsit frissített formában de visszatérhetek egy hasonló videóval. Addig is minden jót kívánok nektek, sziasztok!